Üdvözleteket újra itt a csatornámon, én Timi vagyok, és egy újabb videót hoztam nektek. Tudjátok, hogy mennyire szeretek kávézni, teázni, és most összegyűjtöttem nektek azokat a termékeket, amiket az utóbbi egy-másfél hónapban fogyasztottam el, és van itten kávé is, és teja is. És arra gondoltam, kimondottan tényleg csak azok, amiket nagyon szerettem, amik nagyon beváltak, és amik nagyon finomak voltak, és elhoztam nektek, hogy ha netán ti nem ismeritek, egy új kávéízt, egy új teaízt tudjak nektek bemutatni, ami isteni finom volt, és kimondottan azoknak szól ez a videó, bárkinek szól, szóval mindenki megnézheti, de kimondottan azoknak szól ez a videó, akik szeretnek kávézni, teázni. Ugye gyerek mellett mindenki tudja, hogy nem sok én időm van, de az a délutáni alvás, olyankor gyors egy teja, vagy egy kávé, és akkor kiülni egy picit a naplementét nézni, nem tudom, bármit. Naplementét délután, ezt is megmondtam mostan. Tudjátok, az a gyerek, mikor alszik, bármit meg lehet csinálni, és olyankor szoktam inkább ilyen kis én időt tartani, tessék. Olyankor szoktam az én időt tartani. Mai videóban 4 teáról lesz szó, és több ilyen 3-1-ben kávéról, cappuccinóról, őrölt kávéról és egy doboz csokiról, és mivel a csokoládé egyetlen egy, így hát a csokival szeretném kezdeni. A kedvenc csokim, amit imádok bármilyen mennyiségben, az a Mozart csokoládé. És most a férjem ezt a fajtát hozta, németben vette a Lidlben. Nagyon szeretem a Mozart csokit. Aki szereti a mandulát, a marcipánt, az ilyen nagyon finom, bombon jellegű csokikákat, azt próbálja. Szerintem nincs olyan ember, aki ne ismeri a Mozart csokit. Ebbe 10 kis csokika volt, hát így elmajszolgattuk, mert ez nem az a fajta, amiket leülünk és behabzsidőzsizzük. Ezt csak úgy hoztam elétek, hogy megmutassam. Kezdeném a teákkal, mert abból kevesebb van, és utána mennék át a kávéhoz. Még mielőtt nekiesünk mindennek, megállítalak titeket, repülőüzemmódra teszem a telefonomat, ha mégis netán valaki hívna, ne rezegjen be, ne álljon meg. Vissza is jöttem. Ma milyen nap van? Szerda van. Ma megyek manikűröshöz végre. Amellett befejeztem az ablakmosást, szobák takarítását, még egy kis porszívózás, felmosás van idefent. Aztán mi meg kell csináljam a fürdőt, a vécét, és úgymondva készüljük a szemelettel, megyek a földszintre, kint az udvarmán kész, úgyhogy a főzés marad hátra, húsvétra lassan, de biztosan haladok. Csak gondoltam, gyors csinálok egy videót, hogy be tudjam nektek hétvégére ütemezni. Teáknál van egy Wintertime. Viszont, papám, egy Wintertime. Igen. Semmi baj. Plac, plac. Plac, plac. De mitől van plac, plac? Ez, ha emlékeztek, karácsonyra kaptuk ezt a kosarat, ugye, ami teli volt forró csokival. És mit csináljak vele? Vidd le az asztalra. Forró csokival, tejákkal, ilyen pici pezsgővel, amit karácsonyra kaptunk az egyik ismerőstől, és ez a doboz teja is benne volt. Ez egy fahéjas, gyümölcsös teja, így néz neki a csomagolása. Na, szóval abban a csomagban volt benne a teja, ez egy almás, narancsos, fahéjas, csipkebogyós teja, egy olyan kimondottan téli ízesítésű teja, így néz neki a dobozza, és 50 grammos, de ami jó volt benne, 2,5 grammos egy kis tejatasak. Minden tejatasak önállóan be volt csomagolva egyesével.
Én nagyon szeretem az ilyen almás fahéjas, narancsos fahéjas karácsonyi ízeket, a férjem nagyon szereti a gyümölcsös teát. Így ez pont olyan tea volt, amit mindkettőnknek kielégítette mondjuk így a elvárásainkat. Téli időszakban ittuk, de így valahogy január-február tájékán, mert addig sok teánk volt megkezdve. Egy nagyon finom tea, nem tudom, hogy hol beszerezhető, de aki közelítek, aki szereti a hasonló ízesítés teákat, szerintem az ünnepekkor keresse meg. Van még itt egy csalánlevél teja. Hát ez egy pozitív csalódás volt számomra. Viszont ennek maga a kis tasak tömege nagyon picike volt, ugyanúgy 20 csomag volt benne, de minden pici külön teácska csak 1 grammos volt, ami azt jelenti, hogy kisebb mennyiség, nem lesz olyan erőteljes ízű a teja, mint például egy 2,5 grammos teja tasaknál, de attól függetlenül egy nagyon jó íze volt, nagyon markáns íze mondjam, így megadta azt a sajátos csalán levélízt, de kicsit én azt hattam, hogy mintha ilyen nyugtató hatása lett volna, mert így esténként ittam, könnyebben elaludtam utána, én úgy szoktam, hogy este lefekvés előtt vagy egy kamilla teát iszok meg, vagy ebből ittam meg egy csésze teát. Jó volt, nagyon finom volt, szerintem újra is fogom vásárolni, ritkán járunk Spárba, de nem is kimondottan a Spár márkájú teát, hanem megpróbálok valahol egy másik alternatívát találni a csalánd teára, egy nagyobb tasakos, tömeges kiszerelést, ahol például nem tudom, egy, legalább egy 1,5-2 gram per tasak, vagy morzsolt csalánt, nem tudom, utána fogok nézni, de kimondottan, aki még nem ivott csalánteját, és meg szeretne vele barátkozni, az tényleg próbálja meg, mert egy nagyon jó kis teja, nagyon jó íze van, és bátran tudom nektek ajánlani. Szia, babám! Következő kettő, mind a kettő Sir Morton teja. Mind a kettőt itt vettünk nálunk a helyi boltban. De nem, az egyiket vettem, a másik a karácsonyi csomagban volt, mert itten nálunk karácsonykor minden háztartás kapott a polgármesteri hivataltól 3 nagy szatyort, csomagot jobban mondva, és volt benne teja, tisztítószer, mosogatószer, liszt, cukor, teja, kakó, rizs, tészta, leves tészta, azt hiszem ostya volt még benne, nem tudom, de 3 nagy szatyor volt, és abban volt benne ez a fekete teja. Imádom a fekete teját, de én a fekete teját kimondottan tejjel iszom. Még mikor kint voltam Belgiumban, egy néninél, akinél dolgoztam, takarítottam, ő meghívott eleinte tejára, és a néni töltött, vagy kérdezte, hogy a tejába szeretnék egy kicsit tejet, és ugye ilyen kis kótával ittuk a teját. Hát nekem az annyira megfogott, hogy azóta is kimondottam, úgy iszom a fekete teját tejjel. Jó volt, de nem mondanám azt a igazi fekete tejának, amikben érezd a koffeint, érzed azt, hogy feltöltöd, érzed azt a kis finom íz, de attól függetlenül egy jó teja volt, és nem volt rossz. És a következő, amíg szerintem a best of the best volt, ez a almás fahéjas teja. Ugyanúgy ezeknek is, egy tisztájába van, nem csak szétszószik mindent. Ezek is a Sir Mortonosoknak 1,75 per tasak, ismét egy pici csomag, de mégis jobb, mint az 1 grammosak.
ennek nagyon erőteljes illata volt, nagyon finom volt. Ez tényleg a férjenek is bejött, pedig nem szereti az ilyen nagyon fahéjas tejákat. Elintéztem, kapott mesét. Egy ilyen kis zárójelbe, tegnap ablakokat mostam, és hát lesokkoltam attól, miután megmostam az ablakokat, bezártam az ablakokat, lefeküdtünk ma reggel, csak azt láttam, hogy a fürdőben van egy légy, itt ebben a szobában van egy légy, már ilyen korán legyek vannak, hát még alig április van, még meleg sincsen, szóval nekem ez egy kicsit korainak tűnt. Na de mindegy, zárójelbe, csukva. De ja, a férjem, aki nem szerette az ilyen nagyon fahéjas változatokat, ez nagyon ízlett neki, nagyon szerette, és mikor így kérdeztem tőle, nem milyen teja legyen, akkor azt mondta, hogy ebből inkább. Úgyhogy ez lenne a négy kis teja, amit teljes mértékben nektek is, toppa, nektek is tudok ajánlani egy helyen. Aki szeret tejázni, kikapcsolódni, az nyugodtan próbálja ki a Sir Morton tejákat. Könnyű őket bevásárolni, árérték arányban nagyon jók. Ugyanúgy mondom, a Spar csalán tejája is nagyon finom volt. Ezt meg nem tudom, ha lehet kapni, mert ugye kimondottan téli ízesítésű, de attól függetlenül egy próbát megér. És akkor itt volnának a kávék, 3 az 1-ben, kapucsinók és hasonlók. Kezdem ebben a dobozos kapucsinóval. 8 kis darab kapucsinó található benne, a mokáté termék családhoz tartozik. És azt mondja, egy gold kapucsinó, chocolate flower. Minden tasak 12,5 grammos. Összesen 8 tasak volt benne. Nagyon ízlett, nagyon jó volt. El kell találni a pontos vízmennyiséget ahhoz, hogy ne legyen vízízű, vagy ne legyen túl tömény, de attól függetlenül nagyon jó volt. És itt nálunk a kisboltban vettem, először 270 forintért vettem akciósan, és a teli ára 320 forint. 320 forint 8 darab kapucsinóért szerintem megfelelő. Nagyon ritkán szoktam lefőtt kávét csinálni, mivel nálunk a házban csak én kávézom, olyankor főzök le kávét, hogyha vendégek jönnek, és akkor bepótolom én is a kávéadagomat, hanem én ilyen 3 az 1-ben szoktam általában inni. Ez az a cappuccino, amit mindig újra szoktam venni, új több, szerintem az a negyedik vagy az ötödik doboz erre az évre, amit már elhasználtam. Szomszédnének is vittem már egy dobozzal, és most újra fogom venni, mert elfogyott, nincs több itthon, de biztos, hogy most ünnepekre betárazok belőle egy-két dobozzal. Ha már a mokáténál, mokátnál tartunk, akkor meg szeretném nektek még mutatni ezt a piros változatát, 3 az 1-ben, 10 darab van benne, 400 forintért vásároltam, ugyanígy itt nálunk a kisboltban. Nagyon finom, piros Nescaféhez tudnám hasonlítani, de mégsem az a teljesen erős íz, hanem egy kicsit lightosabb, de attól függetlenül egy nagyon finom kávé, igen, nincs benne eszi, Esztergomban is általában mindig ezt használtuk, ezt vettük, nagyon finom, és figyeljétek, hogy 10 darabért fizettem 400 forintot, míg akcióba ugyanitt a kisboltban egy ilyen latés változat, és ebben volt 24 darab, és 640 forintért vettem 24-et, szóval 240 forinttal drágább. Igen, babám, menjél kérlek, csak nézd a mesét, hol a mese? 240 forinttal drágább, de 14 darabbal több. Na. Ennek nagyon krémes állaga van, miután kikavarod a kis kávét, még így a kávé, a csésze tetején még marad ilyen kis krém habocska, nagyon jó. Tényleg, még ebből még mindig van ilyen a fele kávé, úgyhogy
én meg vagyok vele elégedve. Itt mutatja, hogy hány fajta van belőlük, hát ne borítsál. És van egy zöld változatok még itt, meg egy ilyen nagy piros. Most nem fogom újra venni, mert még kb. Még 10 darab legalább megvan belőle, meg szeretném a cappuccinót újra venni, és most bontottam meg egy örölt kávét, úgyhogy még az is ott van, úgyhogy most egyelőre el vagyok látva kávéval. De maga ez a termék családtól, bocsánat, nagyon jók a kávék, nagyon szeretjük. Esztergomban a bástya alatt van egy kínai, amikben, igen, csak vissza, amikben mindent lehet kapni, szerintem egy kismacskát is, ott vettük mindig, és ott is nagyon jó árban van, ugyanígy a nagy csomag. Utolsó három az egyben, amit próbáltam, ez a Lidl saját márkás, nem a Lidlben vettem, hanem itt vettünk nálunk a kisboltban, mert itt is szoktak árulni Lidl termékeket. 400 forintért vettük, mint tudom, hogy a Lidlben ilyen 200 valamennyiért lehet megvásárolni. Ez viszont nem volt... ez nem, mert kipingálod vele a falakat. Mennyi hozzá papírt, keressél papírt ott van a másik szobába, és akkor itt emeletem vázolhat. Kimondottan nem volt nyerő. Gyengébb volt, finom volt, nem mondom azt, hogy nem. De ezek után ő egy kicsit alul díjazott volt, mondjam így. De nem egy rossz termék, akinek csak Lidl van a környékén, annak ez egy jó termék. Rajzolj hozzá papírt és rajzolj lesz, csak hozzá papírt. És az utolsó két kávé, az nem más, mint... Utolsó két kávé, az kezdeni nevel. Ez nem más, mint amit most bontottam meg. Pennyben lehet kapni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős kávé. Szerintem legalábbis erős, mert ez az, amit most megbontottam, és valami 10 lejjér vettünk, az ilyen 8-900 forint egy fél kilós kávét, Casablanca. Az van vele, hogy nekem erős. Szóval még tejjel hígítva is, nekem egy picit erősnek tűnik az íze, de viszont nagyon finom aromája van, nagyon jó. Most jelen pillanatban is ezt használom, kiöntöttem egy ilyen nagy csavaros tárolóba, ezt használom, de persze, hogyha pennybe vagyunk, biztos újra fogom venni, mert egy jó kis kávé, de ami nekünk a best of the best, ismét ez a Chibo Family. Ez az a kávé, amit rendszeresen újra veszünk. Picike, 250 g-os, mivel a férjem nem kávézik, csak én. Nekem ennyi dosztig elég. Ha vendégek is jönnek, mindig, hogyha utazunk haza Romániába, hogy ne menjünk üres kézzel, akkor mindig egy ilyen kávét, egy kis borocskát, egy kis csokit szoktunk vinni. De... eddig mindenki, akinek vittünk, meg volt vele elégedve, sőt, ha jól emlékszek, azt hiszem, hogy sógornő mégis mondták, hogy nagyon finom, és akkor kérdeztem, hogy mondtam, milyen kávét használnak még, mielőtt megvetik az új kávégépet, amelyikben szemes kávéke. Én úgy emlékszem, hogy ők is ezt használták. Mi nálunk ez egy nagyon bevált kávé, nagyon szerettem, és ezt biztos 100%, hogy mindig van a házban. Most nincs, mert itt van ez a nagy kiszerelés, úgyhogy míg ezt el nem fogyasztom, addig nem is fogok újat venni, mert ugye mondtam, hogy három az egyben, és iszok nagyon sokat. De amint elkezd ritkulni a kávé, ebből fogok egy nagyot venni, egy fél kilósat, és bele szépen a tárolóba, és mindig lesz belőle itthon. Ez lett volna az utolsó, nem, csak itt már mutattam. Ez lett volna az utolsó, amit meg szerettem volna nektek mutatni, mert ki szeretném üríteni a kis kosárkámat. A videó nem fog még kikerülni szerintem most, mert ma még csak március van, 30-31, de nem fog kikerülni majd csak az áprilisi hónapban, de attól függetlenül szükségem van a kosárra, tojásokat festek, azok fognak belekerülni, úgyhogy el kell szabadulni a
személytől, de gondoltam, hogy még gyors felveszem a videót, nektek megmutatom. Nem tudom, ha szeretitek-e a hasonló tartalmakat, ha nem, akkor írjátok meg a komment részlegben, mert akkor nem még fogok hasonlókat készíteni. Ha viszont szeretnétek még ilyeneket, azt is írjátok meg a komment részlegben, bármi a véleményetek róla, hogy tudjam, mert észrevettem azt is, hogy például az elfogytak videót, ami kimondottan a háztartási cuccokra, tisztítószerekre vonatkozik, nem olyan népszerű, és úgy döntöttem, hogy lehet április hónaptól nem fogom elkészíteni, csak kimondottan a kozmetikai felét. Úgyhogy írjátok meg a komment részlegben, ha szeretnétek-e még hasonló videót a csatornára, mert azt szeretném gyártani, amit ti szívesen megnéztek. Így a videó végén azt szeretném még tőletek kérni, hogy iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és ne felejtsétek el benyomni a jobb oldalt a kis csengőt, hogy kapjatok értesítést minden egyes videóról, amit feltöltök nektek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, vigyázzatok magatokra, kellemes húsvétot szeretnék mindenkinek kívánni, ugye itt van a szerda, mindjárt itt a hétvége, a nagypéntek, jó főzőcskézés, kellemes hétvégét, sok locsolót kívánok mindenkinek. Nem tudom, ha még bejelentkezünk addig, de ha lesz is videó, szerintem az csak húsvét után fog kikerülni. Lehet, hogy lesz egy kis videó, mert idén Eriknek az első tojásvadászatja lesz az udvaron, úgyhogy lehet, hogy fogunk róla videót készíteni, még nem tudom. De addig is kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek, puszilunk titeket, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!